Jelöltbemutató sajtótájékoztatóra várta az újságírókat a Demokratikus Koalíció Magyar Szocialista Párt Pakson. A szövetség jelöltjei a körzetek sorrendjében ültek az asztalnál. Ványi Lajos erőműves nyugdíjas, a DK megyei elnökségi tagja, Horányi György vállalkozó, Podrogya Istvánné az MSZP irodavezetője, társasházkezelő, Mezősi Árpád pedagógus, Kis Mária boltvezető, Baranyai Rudolf erőműves projektvezető, Fodor Norbert tanuló, Gyarmat Mihály nyugdíjas. Mi olyan embereket kerestünk, akik a pártpolitikán felül emelkedve Paksért kívánnak dolgozni, hiszen ők azok az emberek, akiket minden nap az utcán láthatunk, minden nap találkozhatunk velük. Sosem volt divat Pakson az, hogy a nagy politika beszivárgott a városba. Mi azt reméljük, hogy ez az önkormányzati választás sem lesz más, hanem marad az, hogy az emberekre szavaznak majd, hogy eldöntik, hogy egy tisztességes, becsületes, a városért tenni kívánó emberre szavaznak, vagy a nagy politikára. Szerintem ma minden embernek a nyugalom szigetén, Pakson a nyugalmat kell támogatni, és az ma azt gondolom, hogy a Demokratikus Koalíció és az MSZP jelöltje. Az összejövetelen elhangzott, a baloldali jelöltek közül négyen már leadták az ajánlóíveket, míg a további négy aspiráns a héten megteszi ugyanezt. Mezősi Árpád 2002 óta indul az önkormányzati választásokon, az első ciklust választott képviselőként dolgozta végig a testületben. Az akkori körzetemhez 7 utca tartozott, és 4 év alatt, mivel az MSZP-s képviselőknek és nekem is döntő szavam volt az önkormányzatban, a 7 utcából 4-et felújítottunk. Tehát azt gondolom, olyan példa az, amit folytatni kell a városba, hiszen az embereknek igényük van rá az utcák felújítására, nagyon ráfér a városi utcákra, az intézmények felújítására. Tehát a paksi emberekért kell tenni. Amerre mentem, én gyűjtöttem az aláírásokat, tehát személyesen jártam, beszéltem sokakkal, mindenki előhozta ezt, hogy mi van a városban, nem látszik rajta a nagy költségvetés. A DK-MSZP saját polgármester jelöltet nem indít, Süli Jánost támogatják. A sajtótájékoztatón Hering és Anita leszögezte, hogy a paksi baloldal támogatja az atomerőmű bővítését.